Párizsban megemlékeztek a 6 évvel ezelőtti terrorista támadások áldozatairól. A Charlie Hebdo szatirikus hetilap korábbi szerkesztőségi épületénél, ahol 12 embert meggyilkolt és 11-et megsebesített egy dzsihadista testvérpár, a francia belügyminiszter, a főpolgármester és François Hollande volt államfő koszorúzott. Virágokat helyeztek el annál a kóserboltnál is, ahol egy másik terrorista 2 nappal később 4 emberrel végzett.